450 résztvevővel zajlik a Rákóczi Szövetség idei összmagyar középiskolás tábora, amelyre a tengeren és a kárpát medencek különböző pontjairól és az anyaországból is érkeztek diákok. A szervezet eddig több ezer fiatalnak adott lehetőséget, hogy ismerkedjenek a magyar kultúrával, elmélyítsék történelmi és anyanyelvi tudásukat és életre szóló barátságokat kössenek határokat átívelve. A hat nap alatt a táborozók történelmi és látványos színházi előadásokon vehetnek részt, de kirándulást tesznek Rákóczi nyomában, egyebek mellett Kassára, a Bodrog közben és Ungvidékre is. Az andrásiak egykori tőketerebesi otthonának tükörtermében kezdték az ismeretszerzést felvidéki látogatásuk során a táborozók, Az zempléni térség meghatározó történelmi személyiségeiről, a dobó és az andrási családról tudtak meg számos érdekességet. Ez pedig már Dobó Istvánnak és feleségének súlyok sárának az emlékére kialakított terem a ma Délzempléni Múzeumként működő egykori Andrási kastélyban. Itt azokat az ékszereket is megtekintették, amelyeket a 2006-2007-ben végzett feltárások során találtak a Dobó Ruszkai Szent kereszt felmagasztalása templomban, ahova a nap folyamán a táborozók ugyancsak ellátogatnak. Az Andrási kastélyban megnézték a csáki, a szapári és az Andrási család emlékét őrző termeket is. Itt is sok uh, információt tudtunk meg Dobo Istvánról, meg családjáról, és tehát nagyon-nagyon tetszett, jövőre is el szeretnék jönni. A kastély parkjában található mauzóleumot is megnézték a diákok. Itt koszorúzással rótták le tiszteletüket Andrássy Gyula, az 1890-ben elhunyt államférfi magyar miniszterelnök, osztrák-magyar külügyminiszter, felesége Kendefi Katalin és fiúk Tivadar sírhalma előtt. 2014-ig ez a fal üres volt. És szerencsére, hogy pont a mi partnereink a Munkácsi Múzeum Békésabáról és az ő segítségükkel sikerült visszaszerezni a kép másolatát. Szentesről haddiák érkezett a kísérő pedagógusaikkal. Judit egy évvel ezelőtt is részt vett a középiskolások táborában. Szerinte, amellett, hogy sok új ismeretet szereznek, életre szóló barátságok szövődnek. Rákóczi nagyon összehozza az embereket, és hasonló gondolkodásmódú fiatalokat, akiket lehet, hogy a környezetünkben nem találunk meg, de itt, itt, itt vannak és itt vagyunk, és tudjuk, hogyha ide jövünk, akkor új barátokat fogunk szerezni, mert mindenki nagyon közvetlen. Vannak pedagógusok, akik először járnak a vidéken, számukra is sok új ismeretet nyújt a tábor. Megyünk még nagy a kettévágott faluba, Doboruszkára, valamint Kassai is Szerepel a programban, úgyhogy egy kis betekintést engedhet nekünk itt, a felvidék keleti részére, hiszi szerint sátorolja új helyen van a tábor. Úgy gondolom, hogy én jó magam például még nem jártam itt, kosár már igen, de a gyerekeknek túlnyomó részt újdonság ezeknek a településeknek a történelme. A tábor szervezői elsődleges célja, hogy tartalmas időtöltést biztosítsanak a fiataloknak, és nemzeti hovatartozás tudatukat erősítsék. Járunk Kassán is, voltunk füzéren, tehát alapvetően a tábornak az a célja, hogy ezeket a gyerekeket magyarság tudatban megerősítve engedjük haza, és hát remélhetőleg otthon is átadják majd az otthon maradt társaiknak ezt a, ezeket az élményeket. Tőke Imregre vezetett a középiskolások útja. Itt Sujánszki Eusztáz minorita szerzetesnek, az aradi vértanúk papjának sírjánál rótták le kegyeletüket. A színes programokkal teli tartalmas összmagyar középiskolás tábort idén először, augusztusban is megszervezik, ahova a világ számos szegletéből ugyanennyi diákot várnak sátoralja új helyre a Rákóczi Szövetség tábor és rendezvény központjába.